Tovább folytatódott Rákosmente önkormányzatának játszótér fejlesztési programja. Ezúttal Rákoshegyen, a Szabadmájus téren adtak át egy felújított, műfűvel ellátott focipályát. Biztonságos vezetés nyáron. Az évszak szélsőséges időjárása miatt rendkívül fontos a gépkocsik megfelelő felkészítése, illetve a nagyobb körültekintés. Szépkorú köszöntés. Dr. Fenke Ferenc önkormányzati képviselő születésnapi alkalmából ezúttal a 90 éves Bajkai Jánosnét látogatta meg. Köszöntöm Önöket, a Rákosmente Televízió krónikáját látják a kerület legfontosabb eseményeivel. Rákosmente önkormányzata kiemelt hangsúlyt fektet a családbarát jellegű fejlesztésekre. Ennek részeként augusztus 14-én adtak át egy felújított, műfűvel ellátott focipályát a Szabadmájus téren. A Rákoshegyen megvalósuló beruházás keretében a szakemberek új kapukat, valamint padokat telepítettek, emellett pedig a kerítést is átfestették. A munkálatok a 17. kerületi helyhatóság és a Budapest Airport közötti együttműködés eredményeként jött létre. Az átadó eseményen jelen volt Horváth Tamás polgármester, dr. Bakos András alpolgármester, dr. Bényi Zsolt és Szabó Tiborné, Rákoshegy önkormányzati képviselői, valamint Kis László, a Rákoshegyi polgári kör tagja is. A korábbiak során több fejlesztés valósult meg Rákoshegy egyik legkedveltebb, szabadidő eltöltésére is alkalmas helyszínén, a Szabadmájus téren. A városfejlesztés beruházásának keretében 2022-ben a kosárlabdapályát látták el műfűves burkolattal a szakemberek, míg idén tavasszal a játszótér bővült új készségfejlesztő eszközökkel. A munkálatok pedig az önkormányzat ígéretéhez híven folytatódtak, amelyel tovább bővültek a sportolási lehetőségek a környéken élők számára, hangsúlyozta Horváth Tamás polgármester. Az idei évben pedig itt ezt a kispályás focipályát újítottuk fel, teljesen átépítettük, új talajszerkezetet építettünk, egy új műfűvet kapott, felújítottuk a kerítést is, át lett festve, új kapukat helyeztünk el, valamint padokat is elhelyeztünk, hogy pihenni is lehessen ülni, esetleg a cserejátékosoknak legyen hol leülniük. És én úgy gondolom, hogy ezzel is emeltük Rákoshegynek a nívóját, hiszen előtte már az években felújítottuk a helikopter lakóparkban lévő focipályát, és nagy-nagy örömömre eddig még komolyabb rongálások nem történtek. Ezért azt gondolom, hogy a szép felújított pályát azt jobban megbecsülik már az emberek, úgyhogy folytatjuk tovább ezt a programunkat is, megyünk más kerület részekbe is. A városvezető hozzátette, a fejlesztés megvalósulásához a jó partnerkapcsolatnak köszönhetően a Budapest Airport is hozzájárult anyagilag. Dr. Bényi Zsolt, a körzet önkormányzati képviselője kiemelte, a felújított focipálya sok család számára fog örömet okozni. Fontos azonban, hogy annak használata ne zavarja a közelben lakókat. Ennek érdekében pedig további intézkedések várhatóak még. Beszéltem már polgármester úrral, hogy védőhálót teszünk a hátsó vasrás elé, remélhetőleg nem túl sokára megvalósul, az rengeteget tompít a labda pattanásának az aján, illetve észszerű valóban, hogy volt olyan kérés a környéken lakóktól, hogy legyen nyitva tartási idő. És akkor valóban észszerű lenne, azt még nem tudom megmondani, hogy mitől mondjuk, hogy reggel 8-tól este 9-ig van mondjuk, az egy emberséges dolog, mind a környéken lakókkal szemben, mind pedig akik játszani akarnak, azok is kimerítően játszhatnak itt. A helyhatóság a jövőben is arra törekszik, hogy folytassa a játszóterek fejlesztésére irányuló kezdeményezését, melynek részeként további kerületrészekben újulhatnak meg a kisgyermekes családok közösségi helyszínei. A nyári szélsőséges időjárás során történő közlekedésben a gépjárművek megfelelő műszaki felkészítésére, a megfelelő haladási sebességre, a követési távolságra és a legfontosabb vezetéstechnikai tudnivalókra hívja fel a figyelmet Csörgő László, vezetéstechnikai oktató. A nyári szélsőséges időjárás hatással van szervezetünkre, így a közúti forgalom szereplőire is. Ebből kifolyólag arra intenek a vezetéstechnikai szakemberek, hogy óvatosabban és nagyobb körültekintéssel üljünk volán mögé, továbbá indulás előtt műszakilag is vizsgáljuk át az autónkat, hiszen a jó állapotú gumiabroncsok, a működő fényszórók és ablaktörlők esetén kevésbé érhet bennünket meglepetés utunk folyamán. Tehát először is az autót föl kell készítsük. Ugye ilyenkor már remélhetőleg a téli gumik lekerültek, megfelelő tapadást biztosító nyári gumi,
van már az autón. Nagyon fontos ilyenkor nyáron melegben az autó műszaki állapota, és elsődlegesen a hűtési rendszerére gondolunk. Ugye nagyon sokszor van az, hogy egyre több autó, ugye nyáron nagyon sokan előjönnek téli garázsból, elkezdik használni az autójukat, ebből adódóan ugye nagyon sok autó van az úton. Sokszor van dugó. A dugókban eléggé megerőltető a gépjárműnek, a hűtési rendszerének a munkája, a dolga. Ebből adódóan elsődlegesen ez nagyon fontos. A második, legyen megfelelő szellőzésünk az autóban. Ugye a kánikulában a klíma nagyon jól jön. Az az autó, amelyikben benne van a klíma, célszerű kitisztítani. Nyáron a ráfutásos balesetek a leggyakoribbak, amik hátterében a figyelmetlenség áll. Ugyanis egyre többször fordul elő az, hogy a gépjárművezető rápillant mobiltelefonjára. A vezetéstechnikai oktató arra kéri a lakosságot, hogy amennyiben sürgős hívást vagy üzenetet várunk, mindenképpen álljunk félre autónkkal. Mindemellett a biztonságos, stabil kormánytartás jelentőségét is kiemelte a szakember. Hát általában, hogyha vezetéstechnikai tréningre érkezik az ügyfelünk, vagy az, aki érdeklődik ezután, ott kezdünk rögtön, hogy üléspozíció és kormányfogás. A biztonságnak az alfája. Hát ha nem tudom biztonságosan irányítani az autót, akkor nem tudom biztonságosan vezetni és elkerülni a vészhelyzeteket. Amit javaslunk, kormányfogást, ugye régen a 10 óra 10 perc volt, ez már megváltozott, és most a 9 és 3 óra. Tehát 9 és 3 órán javasoljuk fogni a kormány, méghozzá azért, mert a modern autókban már vannak légzsákok, tehát nem ütközik bele a kezünkbe, hogyha 9-3 óránál fogjuk, nem ide mellénk, és a légzsák kiváltja valóban a hatást. A másik dolog pedig az, hogy itt tudom a legnagyobb kormányszöget elfordítani. 9 és 3 órán, úgyhogy ne engedjem el a kormányt. A közelmúltban történt nagy erejű vihar kapcsán Csörgő László hozzátette, zöldövezetek mellett haladó utakon érdemes az aszfaltra sodródott fatörzsekre, ágakra is figyelni, illetve rendkívül fontos, hogy amikor már olyan mértékű széllökéseket és esőzést tapasztalunk, ami miatt jobbnak látjuk, ha félreállunk az úton, az autópályákon ne a leállósávot használjuk erre a célra, hanem a legközelebbi pihenőnél húzódjunk le. A biztonságos továbbhaladás érdekében pedig csökkentsük a sebességet, és mindenképpen tartsuk be a járművek között a megfelelő követési távolságot. Dr. Fenke Ferenc, Rákoskeresztúr önkormányzati képviselője, egy Orbán Viktor miniszterelnök, valamint Horváth Tamás polgármester által egyaránt aláírt díszoklevél átadásával, valamint egy csokor virággal köszöntötte Bajka Jánosnét 90. születésnapja alkalmából augusztus 11-én. Rákosmente önkormányzata a kerület 90, 95 és 100 esztendős polgárait rendszeresen felköszönti. Augusztus 11-én dr. Fenke Ferenc, Rákoskeresztúr önkormányzati képviselője, Bajkai Jánosnét egy csokor virággal, valamint egy Orbán Viktor miniszterelnök, illetve Horváth Tamás polgármester kézjegyével egyaránt ellátott emléklappal ajándékozta meg abból az alkalomból, hogy az idős hölgy betöltötte a 90. életévét. Angéla néni 1933-ban született Bugyin. Nagy családban nevelkedett, ugyanis 4 másik lánytestvérével nőtt fel. Fiatalként a tejiparban dolgozott, majd harisnyákat és zoknikat kötött. 1950-ben költözött Budapestre, ahol sokáig a 18. kerületben élt férjével, majd miután megözvegyült Rákosmentére költözött, ahol jelenleg is szeretetben gondoskodik róla lánya, akitől a közelmúltban gondosórát kapott, ezzel is óvva a szépkorú hölgyet. Az ünnepeltnek unokája és dédunokája is született. A 90 esztendős Angéla néni mindmáig figyel a szellemi frissesség megőrzésére, így rendszeresen olvas, keresztrejtvényt fejt és magyar nótákat hallgat. Az évtizedek során már 1400 dalszöveget gyűjtött össze. Ebben látja a hosszú életének titkát Bajkai Jánosné. Megfelelő védelemmel ellátott napszemüveg viselésével sokat tehetünk szemünk és látásunk egészségének megóvásáért. Fontos, hogy a termék 100%-osan UV-védett és polarizált lencsével ellátott legyen, illetve hogy megfelelően illeszkedjen az arcformához. A szakemberek szerint mindig érdemes ügyelni arra is, hogy megbízható helyről vásároljuk meg a napszemüveget. Sokan csak divatos kiegészítőként gondolnak a napszemüvegekre, azonban viselésükkel sokat tehetünk szemünk egészségének megőrzéséért. Egy megfelelő védelemmel ellátott lencse ugyanis megóvja látószervünket a nap káros sugaraitól. Berkes Nikoletta látszerész elmondta, a vásárlók egyre tudatosabbak és jellemzően azon szempontok alapján választják ki a terméket, hogy az kellő védelmet nyújtson az UV-sugarakkal szemben.
Mint kifejtette, ezek a tulajdonságok a legtöbb szemüvegen fel is vannak tüntetve. Figyeljenek arra, hogy UV-védett lencsét válasszanak, ugye, hogy a káros UV-sugárzástól megóvják a szemüket, illetve az is fontos, hogy polarizált legyen a napszemüveg, amit választanak. Nagyon másodlagos tükröződéseket is megszűri, ami ugye azt jelenti, hogy a vízparton például nem fog annyira tükröződni a víznek a felszíne, illetve az autóvezetésnél is kellemesebb lesz. A szakember továbbá utalt rá, fontos, hogy a napszemüveg megfelelően illeszkedjen az arcformához, megakadályozva ezzel az oldalról beszűrődő fény útját. Az érintettek dioptriás, fényre sötétedő és tükrös lencsék közül is választhatnak, de méret és szín szempontjából is széles a kínálat. Sokan választanak egyébként olyan lencsét, ami nagyobb, illetve sokan olyat, ami íváltabb, például a sportoláshoz is nagyon jó, meg ugye autóvezetésnél is nem jön be például annyira oldalról a fény. De általában minden fajtából szoktak vinni. Van, aki a kisebb lencsését szereti, van, aki a nagyobb lencsését, ez változó. A látszerész hozzátette, fontos, hogy mindig megbízható helyről vásároljunk napszemüveget, ugyanis egy nem megfelelő lencsével ellátott termékviselése árthat a szemünknek, és akár látásromláshoz is vezethet. Most következzen néhány fontosabb hír a közelmúlt eseményeiből. A 17. kerületi városvezetés továbbra is nagy hangsúlyt fektet a családbarát jellegű fejlesztésekre. Ezen irányelv alapján ezúttal egy Rákoskeresztúri játszótérre helyeztek ki új, készségfejlesztő eszközöket a szakemberek. Az Akácvirág utcában megvalósult korszerűsítés keretében egy mászóeszköz kombináció és egy új pingpongasztal került kihelyezésre. Továbbá a megrongálódott kerítés javítása is megtörtént, mindemellett egy darab egyszárnyú, illetve egy kétszárnyú kaput is felszereltek a szakemberek. Az átadó eseményen jelen volt Horváth Tamás polgármester, illetve Petrőczi Dániel, a kerületrész önkormányzati képviselője. Tovább folytatódott Rákosmente önkormányzatának közterületek fejlesztésére irányuló programja, melynek keretében ezúttal az Akácvirág utcában található játszótérre telepítettek új eszközöket a szakemberek. Számomra nagyon fontos az, hogy a játszótereinket folyamatosan fejlesszük, és minél jobb körülményeket tudjunk biztosítani, és az is fontos, hogy egyre több játszóeszköz legyen, hogy különböző eszközöket tudjanak használni a gyerekek. A helyszínen ezúttal elsősorban a 4 és 12 éves korosztály számára alkalmas mászóeszköz kombináció került kihelyezésre, aminek a biztonságosabb használatának érdekében ütéscsillapító homokkal is ellátták a készségfejlesztő elem alatti területet. Továbbá egy új pingpongasztallal is bővült a játszóudvar. Az Akácvirág utcai játszótér, ez az iskola és a lakóépületek között található, tehát ha a lakókat veszem egy kicsit idősebb korosztálynak, az iskolát pedig a fiatalabb korosztálynak, akkor valóban egy köztes találkozó terület lehet, ahova nyilván együtt is érkeznek, tehát igyekeztünk olyan fejlesztést megvalósítani, amit minden korosztály ki tud használni. Nyilván a játszótér felújítása, illetve korszerűsítése volt az elsődleges cél, a pingpongasztalt pedig a helyi lakosok kérték, hogy a régi betont cseréljük valami modernebbre. Petrőczi Dániel önkormányzati képviselő hozzátette, a korszerűsítés részeként a megrongálódott kerítés javítására is sor került. Mindemellett egy darab egyszárnyú, illetve egy kétszárnyú kaput is felszereltek a szakemberek. A városvezetés a jövőben is arra törekszik, hogy folytassa a játszóterek fejlesztésére irányuló kezdeményezést, melynek részeként további kerületrészekben újulhatnak meg a kisgyermekes családok közösségi terei. A túlzott napfény káros is lehet, különösen bőrünk számára. Az UVA és UVB sugaraknak ugyanis egyaránt vannak negatív hatásai. Előbbi a bőr korai öregedéséért, utóbbi pedig a leégésért és a bőr rosszindulatú daganatainak kialakulásáért felelős. Bőrünk egészsége érdekében ajánlott rendszeresen ellátogatni bőrgyógyászati daganatszűrésre. Továbbá fontos a jó minőségű, fényvédő készítmények használata. A témával kapcsolatosan dr. Kuroli Enikő, a Semmelweis Egyetemi Klinika főorvosa adott bővebb tájékoztatást. A napsugárzásnak számos pozitív hatása van, azonban nyáron gyakori problémát jelent a napégés, amely egyes bőrtípusok esetében akár néhány perc alatt is bekövetkezhet. A bőrre ható napfény nagy részét az UVA és UVB sugarak jelentik, melyeknek egyaránt lehetnek káros hatásai.
Előbbi a bőr korai öregedéséért, utóbbi pedig a leégésért és a bőr rosszindulatú daganatainak kialakulásáért felelős. Fontos a megelőzés, éppen ezért ajánlott ügyelni a megfelelő fényvédelemre és rendszeresen ellátogatni bőrgyógyászati daganatszűrésre, mondta el dr. Kurali Enikő, a Semmelweis Egyetem klinikai főorvosa, aki hozzátette, az UV-sugárzással összefüggésbe hozható daganatok közül háromfélét különböztetünk meg. A világ leggyakoribb rosszindulatú és UV-sugárzással összefüggésbe hozható daganat a bazalióma. De viszont, hogyha az életben rosszindulatú daganatot kell választani, akkor bazaliómát kell választani, mert extrém ritkán ad áttétet. Viszont kezelni kell, mert helyileg terjed, kifekélyesíti a bőrt, beszűri a környező mélyebb szöveteket, tehát mindenképpen kell kezelni. Vannak a laphámrákok, amelyek szintén jól kezelhetők, sebészileg ritkán ad áttétet, és ott van a harmadik, ami viszont nagyon-nagyon veszélyes és tényleg reális veszély, a melanóma. A melanóma az a festék termelő sejteknek a rosszindulatú sejtburjánzása, és azért van óriási jelentősége, mert nem csak a bőr problémája, nagyon szeret áttétet adni. A napsugárzás ellen fényvédő termékekkel is védekezhetünk, azonban nem mindegy, hogy fizikai vagy kémiai készítményt választunk, utóbbit ugyanis nem ajánlott a gyermekek bőrén használni. A fizikai fényvédő az egy fehéres burok a gyerekek bőre, akiknek sokkal vékonyabb a bőre, és a gyengébb az immunrendszere, a fizikai fényvédőket elsősorban gyerekeken alkalmazzák, ugye fél éves korig nem kenünk baba bőrére fényvédőt, egyáltalán nem, és utána is csak a kids feliratú és patikában kapható prémium minőségű fényvédőket javaslom. Az ő korosztályukban, az ő populációjukban a fizikai fényvédőket javaslom, és a másik csoport a kémiai fényvédők, amelyeket mi felnőttek használhatunk, ezek pedig kémiai reakció formájában akadályozzák meg az UV-sugár behatolását, illetve káros hatását. A szakember továbbá elmondta, ha tudjuk, hogy húzamosabb ideig a napon tartózkodunk majd, érdemes előre megtervezni a káros sugarak elleni védekezés módját. A fényvédő felvitele családi program legyen, a saját hátunkat nyilván, hogyha ruhánk, tehát mondjuk egy póló fedi a bőrünket, akkor nem kell, de a ruhával nem fedett részeket be kell kenni. Mielőtt extrém UV-expozíciónak tennénk ki magunkat, lásd, még kifekszünk a partra, a Balaton partjára, előtte fél órával érdemes a fényvédőt felvinni, hogy a hatás kialakuljon, mire tényleg a nap alá kerülünk. Illetve, mivel izzadunk, illetve bemegyünk a Balatonba, ezt két óránként érdemes pótolni. A szakember hozzátette, a fényvédő készítményeken kívül a megfelelő ruházat is védelmet nyújthat a napkáros sugarai ellen, ugyanis egy széles karimájú kalap vagy a bőrfelületet eltakaró ruhadarabok viselése is megóvhatja bőrünket a napégéstől. A Rákosmente televízió krónikáját látták. Riportjainkat visszanézhetik honlapunkon, a rákosmente.tv.hu oldalon. Vigyázzanak egészségükre, minden jót kívánunk, viszontlátásra!